Jótékony célra alkottak idén is a fafaragók Oromhegyesen. A magyarországi Szalai Norbert visszajáró vendége a fafaragó tábornak, és a pár nap alatt több alkotást is készített. Tavaly Szent István szobrot faragott, idén készítette el párját, Gizellát, mindkettőt az Oromi plébániának adományozták. Szalai Norbert készített azt az alkotást Nagy Atádról. Hát ez a 8. nemzetközi fafaragó tábornak az egyik témája volt, amit az idén sikerült megvalósítanunk. A Gizella szobrot advent harmadik vasárnapján szentelték fel. Mindenesetre kulturális esemény is, hiszen maga a szobor azért az alkotóját is dicséri, művészi alkotás, tehát ilyen értelemben is egy kulturális esemény. Másrészt pedig hát egyházi vonatkozásban hitbéli esemény is, hiszen a szobor Boldog Gizellát ábrázolja, azt a Gizellát, aki Szent István feleségeként sokat tett azért, hogy a kereszténység gyökeret verjen a magyarok körében. Tehát ilyen értelemben egyrészt az szellemi és az anyagi értéke, lelki értéke ötvöződik ebben a szoborban. Szent István király felesége a katolikus egyház támogatója, templomok várak építetője. Boldog Gizellát, Szent Imre herceg édesanyját 1911-ben avatták boldoggá.